Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Április 28-án kinyílik egy égi kapu, egy portálnap. És ez a portálnap azt jelenti, hogy lesz egy ilyen finom energiamező. Ezt úgy tudnám elmagyarázni. Egy ilyen napon a Földünk kapcsolatban van a plejádokkal, és itt spirituális dolgokról van szó, az égi hatalomról, egy égi üzenetről, és ha szeretnéd ezeket a napokat élni, vagy azt szeretnéd, hogy segítsenek ezek az időpontok az élet utadon, akkor hozzám fordulhatsz, hiszen én ezeken a napokon mindig tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. Mint egy energiai egyensúly, a díjam 4000 forint. E-mailen keresztül felveheted velem a kapcsolatot. Minden napon, ezeken a portál napokon is van egy szimbólum, és ez a szimbólum kihat erre a napra. És a szertartásnál pontosan erről van szó, amit a szimbólum mutat. Ezúttal Ahau energiájával dolgozunk. Ahau lefordítva a napot jelenti. Tehát mindaz, ami a nappal összefüggésben áll, kihat az energiára, kihat erre a szertartásra is. A nap szimbolizálja az apukánkat. Ha vannak itt még gyermekkori emlékek, lehet, hogy ez szép emlék, az is lehet, hogy elszomorít téged, most így a szertartás által feldolgozhatod ezeket az apai témákat. A nap szimbolizálja a mi énünket. Ha úgy képzeled el az életedet, mint egy színdarab, akkor a nap azt jelenti, itt te játszod a főszerepet, és kell, hogy mások ezt észrevegyék, hogy megkapd az elismerést. Ezáltal segít a nap, és ez a portálnap is abban, hogy legyen meg a magabiztonságod. Ez a magabiztos fellépés, ez a kisugárzás, hogy megkapd az elismerést másoktól. A nap szimbolizálja a szívünket. És ez a szertartás, vagy ez a nap segít abban, hogy kinyissuk ezt a kincses ládát, így szoktam mondani, mert én a szívet mindig egy kincses ládával hasonlítom össze. Hiszen ha ezt kinyitjuk, ezt a kincses ládát, akkor mindent látunk benne, amit mi szeretünk, ami értékes, ami fontos számunkra. Tehát ez láthatóvá teszi, hiszen kinyílik itt a szív, kinyílik itt a kincses láda. Amit a nap még jelent, az a szemünk. Tehát láthatóvá tesz valamit, kiderül az igazság. Vagy ha voltál egy olyan helyzetben, ami eddig átláthatatlannak tűnt, akkor ezúttal most láthatóvá lesz minden. Vagy az is lehet, hogy terveztél valamit, de nem tudtad hova, milyen irányba, hiszen minden olyan bizonytalannak tűnt. Most megvan a fellépésed, a magabiztonságod, a nap megvilágítja ezt az életutat, láthatóvá tesz valamit. Sőt, az is lehet,
hogy ezen a napon, vagy a szertartás után kapsz egy ajánlatot, változnak a dolgok, láthatóvá lesz valami, hogy na végre most sikerül, lesz egy új kezdet, egy új irány. A nap jelenti a kisugárzásodat is, és ezt mások észreveszik. Vagy jelentheti a vonzalmat kettőtök között, hiszen nála is megvan a kisugárzás, nálad is, és itt lesz egy egyhang kettőtök között. Én örülnék, ha érdekelne ez a téma, vagy jelentkeznél a szertartásra, és örülnék annak is, ha leírnád a kommentárba, hogy hatott ki rád ez a nap, ahol Ahau, tehát a nap uralkodik. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!